9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Közbiztonsági bejárást tartottak a József Attila lakótelepen, adománya Szent László Kórház gyermekintenzív osztályának, folytatódik a Roma és nem roma nők akadémiája, roma fodrász tanműhely nyílt a Viola utcában, farsangi mulatság a kerületi idős klubokban. Köszöntjük Önöket! A rendőrség és a közterület felügyelet munkatársai is részt vettek azon a bejáráson, amit Ferencváros önkormányzata a lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében szervezett a József Attila lakótelepen. Nagyobb csomópontokat látogattuk meg, az Ecseri út, illetve a Pöttyös utcai metró megállott. A szokásos problémák az illegális áruk, illetve a szabálytalan parkoló autók, a hajléktalanokra szoktak bejelentések érkezni. Ma ezt nem tapasztaltuk, a Pöttyös utcai metro megállónál is egy szabálytalan parkolóautót találtunk. A közterület felügyelet nagyon gyorsan megtalálta a tulajdonosát és az autót el is vitték. Hajléktalan is egy-két fő volt az Ecseri úti metro megállónál, tehát ma viszonylag csend volt. Elmentünk a Nagyjátszótérre, illetve a Nyúldombra. Elmentünk iskolák környezetében, tehát például a Harsányi iskola környezetéből szoktak elég sok panasszal érni minden lakók, mint az iskola. Az Ifjú Munkás utcai két iskola épületet is útba ejtettük a bejárás során. A rendőrök is azt mondták, hogy javult a helyzet a korábbi állapotokhoz képest. A megadott munkaidőben, amiben a felügyelőink dolgoznak, ez reggel 8-tól délután 4-ig tart. Egy járőrpárosunk mindig ellenőrzi a frekventált helyeket a József Attila lakótelepen, de bármilyen helyet, ahonnan bejelentés érkezik, természetesen reagálunk rá és ellenőrizzük. Gondolok itt parkokra, játszóterekre, de ugyanúgy a KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatosan is fellépünk itt is. A hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentések mind az Aszódi lakótelepen, mind a József Attila lakótelepen is érkeznek. Természetesen azok is kivizsgálásra kerülnek. Heti 3 alkalommal a Börzsöny utcai rendőrőrsön megjelennek a felügyelőink a közös szolgálat ellátására, és természetesen József Attila lakótelep is a rendőrökkel közös akcióban ellenőrzésre kerül. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon sok bűncselekmény van, de hát azért továbbra is nagyon jelentősek a gépkocsi feltörések, illetve a betöréses lopások a lakótelepen. Vannak eszközök, amikkel lehet segíteni, például a kamerarendszer fejlesztése, de ugye azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor elmondják a szakemberek, hogy pont a lakótelep sok esetben alkalmatlan a kamerarendszer fejlesztésre, hiszen sok zöld, ami itt a lakótelepen található, ez a hatékonyságát is ennek a rendszernek mindenképpen nehezíti. Viszont most is tudunk azonosítani egy-két olyan területet, ahol a rendőrség szerint viszonylag nagy számban fordulnak elő gépkocsi feltörések, és ott viszont feltettőleg a lombozat sem akadályozná a kamerarendszernek a hatékonyságát. Itt megfontolandó, hogy a jövőben kamerarendszerek kerüljenek telepítésre. A másik ilyen hatásos eszköz lesz, amit tervezünk ebben az évben, a társasházak számára kiírni egy olyan pályázatot, hogy az ő kamerarendszer fejlesztésüket az önkormányzat támogatná. A lakóépületek bejáratait, illetve közösségi területeit figyelnék ezek a kamerák. Ez szerintem megint nagyban segítené mind az ott élőknek, mind a környezetnek a közbiztonságát. Kerületünk önkormányzata is hozzájárult az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület adománygyűjtő akciójához. A befolyt pénzösszegből az Egyesület betegőrző monitorhálózatot vásárolt a Szent László Kórház gyermekintenzív osztályának. Az Országos Mosoly Egyesület kidolgozott egy projektet, különösen a Szent László Kórház gyermekintenzív osztálya részére, ahol egy betegőrző monitorhálózat kiépítése volt a cél, és itt elsősorban a kórháznak a vonzás területe volt, és budapesti támogatók voltak. Köztük a 9. kerületi önkormányzat is segített, és van egy-két olyan önkormányzat, aki szintén segítséget nyújtott, valamint a 9. kerületi helyi vállalkozó. A beteg ellenőrző, betegfigyelő monitorok kerültek beszerzésre. Az intenzív osztályunkon egy központi monitorrendszer van, ami azt teszi lehetővé, hogy itt, hogyha ugye látjuk a nővérpultnál is, egyszerre az összes betegnek az adatát látjuk, ez a legfontosabb értékeit a betegnek, a szívműködés, szívfrekvenciát, a légzésszámot, oxigénnel való ellátottságot, vérnyomást, és itt pedig az egészet egy rendszerbe, ugye mint egy táblázatrendszerbe együtt tudjuk látni, illetve
vissza tudjuk kérni az elmúlt időszaka 1 órától 24 óráig, hogy hogyan változtak a betegnek az értékei. Annak érdekében, hogy a betegek ugye a saját fertőzésüket másnak ne adják át, illetve ők ne kapjanak mástól, ezért arra törekszünk ma, hogy elkülönítve külön kórtermekben kezeljük a betegeket, viszont ugye, hogyha bemegyünk egy kórtermbe, akkor nem látjuk az egész osztályt. Az adomány azt tette lehetővé, hogy ennek a központi monitornak a képét, ezt az osztály minden részébe elvittük, minden kórtermbe, ha beteget látunk el, ezt a monitort ott látjuk, és így egyből, ha bármi változás van, akkor ugye ezt egyből észreveszünk, és tudunk lépni. Tehát egy ilyen ajándék az azt jelenti, hogy a beteg biztonságot jelentősen tudjuk javítani. Hogyha körbenézünk, akkor egy nagyon jól felszerelt, nagyon modern osztályról van szó. Ez köszönhető annak is, hogy sokszor is szívesen kapnak ilyen és ehhez hasonló adományokat? Igen, hát szerencsére így elég jól nézünk ide, meg kell mondjam, hogy ebben hatalmas munka van, hiszen ugye a különböző adakozóknak a jóvoltából, illetve az osztályon működik a kritikus állapotú gyerekeké alapítvány. Körbe a fele felszereltséget ez az alapítvány vette. Azokkal a jó szándékú, adakozó emberekkel, civilekkel, cégekkel, akik hajlandók erre áldozni, egy sokkal jobb színvonalú ellátást lehet előállítani. 20 éves eredmény, azt tudom mondani, hogy 100-ból 95 gyereket vissza tudunk adni a szülőknek. Meggyógyítva, a nagy többség, a gyerekeknek 100-ból 90 gyerek tökéletesen meggyógyul, egészséges lesz, ugyanolyan élete lesz, mint előtte. Tehát ez enélkül, a felszereltség nélkül nem képzelhető el. Úgyhogy ezúton is nagyon megköszönöm minden adakozónak, hogy ezt a munkát lehetővé tették. Idén is folytatódik a Roma és Nem Roma Nők Akadémiája, melynek célja, hogy a roma és nem roma nők és persze férfiak együtt beszélgessenek elsősorban, de nem kizárólag női kérdésekről, sorsokról. A házasságkötő teremben tartott összejövetel vendége Márton Szilvia roma referens volt. Adjatok helyet hétköznapok egy roma, de nem roma nő szemével. Hogyan értelmezzük ezt a címadást? Roma, de nem roma nő. Azért gondoltam ezt a címet adni ennek az előadásnak, hiszen én félig vagyok csak roma származású. Nagyon sokszor a cigány társadalom részéről ér atrocitás éppen emiatt, mert cigányként nem fogadnak el. És ezért az ő szemükkel nézem, akkor roma, de nem roma. Tehát én lehet, hogy romának érzem magam, de nem biztos, hogy ők elfogadnak romaként. Kisgyerekkorodtól egyébként egyértelmű volt az, hogy te roma vagy? Mivel nagymamámmal élek, és ő nevelt fel egész kisgyerekkorom óta, ez teljesen természetes volt, hogy én, nekem az unokatestvéreim cigányok, illetve vegyes házasságból származnak ők is. Nem volt ez különösen hangsúlyozva, hogy én most roma származású vagyok, vagy nem vagyok roma származású. Iskolában soha nem érte miatt hátrány. Roma értékrendet, mivel a mamival nőttem fel, követtem. És mi volt az a roma értékrend, amit követtél? Például mi még ugye beszéljük a beás nyelvet, mi beás cigányok vagyunk. Roma ételeket szívesen főzünk, még a mai napig is, és én már 11 éves korom óta főzőcskézek a mamival. Nálunk a családban az, hogy kiemelkedjünk, és tanuljunk, és dolgozzunk, ez teljesen természetes volt. Szerinted hogyan lehet azt elérni, hogy minden cigány családban ez természetes legyen? Mindenképpen a nőknek hatalmas szerepe van ebben. A nő van a legtöbbet a gyerekkel, főleg a lányokkal. Tehát a cigányoknál ugye vannak tabu témák, amit férfi a férfival beszél, nő a nővel beszél. Tehát lányoknál különösképpen fontos egy anyának a szerepe. A szülőkben megvan az az igény, hogy a gyerekek igenis járjanak iskolába, hogy aztán legyen munkájuk, tehát hogy odafigyelnek ilyen szempontból a gyerekekre? Igen, mivel én egy olyan cigány közösségből jövök, illetve ott tevékenykedek, ahol nagyon erős az iskolázatlanság. Látom, hogy a szülő akarja, hogy tanuljon a gyerek. Előttem is mondja a szülő, hogy de igenis járnia kell, mert ha nem fog járni iskolába, adok neki egy nyaklevest. Tehát mivel ők már látják, hogy nekik milyen nehéz volt iskola nélkül, ezért ők már a gyerekeiknek sokkal jobbat szeretnének, és ők is belátják, hogy ezt csak tanulással lehet majd elérni. A Ferencvárosi Roma Kulturális és Sport Egyesület fodrász gyakorló és tanműhelyet nyitott roma diákok számára.
A Viola utca 37/A szám alatt található tanműhelybe nem csak roma vendégeket várnak. A Ferencvárosi Roma Kulturális és Sport Egyesület, ami 2011-ben alakult, nekünk a szlogenünk az, a futball már rendben van. 44 gyerek van leigazolva, a Bozsik programban két korosztály, folyik az edzések, napi rendszerességgel, bajnokságban részt vesznek. A következő terveink ez a fodrász tanműhely, gyakorló műhely, ami azt szolgálja, hogy nagyon sok lány jár erre szakmunkás képzőbe, és így gyakorolhatnak a rokonaikon, biztosítunk felszerelés, festéket, mindent, és vannak szakoktatók. A roma származású gyerekeket ugye nagyon hátra szorítsák, és hát kiküldik őket gyakorlatra, ott nem tudnak gyakorolni, mert maximum söprögetni állítják be őket. Tudnának gyakorolni a gyerekek rendesen szülőkön, vendégeken, akárkit hozhatnak, utcáról is bejöhetnek, tehát akárkin. Neked is voltak ilyen negatív tapasztalatai? Voltak. Hát én is, nekem is kávét kellett főznöm, sokat söprögettem, volt, amikor csak hajat mosni engedtek, tehát gyakorolni nem nagyon tudtam, de hát aztán utána én is belejöttem. Várjuk a kerületbe üdésöket, kispénzűeket, mert becsületkassa van, mindenkit várunk, de a szülőket is, akiken gyakorolnak a gyerekek meg a lányok. Itt a kerületben élek több, mint már 30 éve, és nagyon szeretném a kerületben, hogy ami itt jelenleg itt megnyílt itt a fodrásztan műhely, én támogattam ezt az egyesületet is, több mint 50%, hogy létrejöjjön, és nagyon szeretném még tovább támogatni is a zenetéren, ötvös műhelyt is szeretnénk, aki a cigány gyerekek tovább tudnának tanulni. Most a következő lépés a tűzoltó 28-ba kaptunk egy helységet, ahol számítógépek lesznek és zeneoktatás, tánc, hagyományos, autentikus zenetánc. A Ferencvárosi Művelődési Központban tartott közös farsangi mulatság után múlt héten a Knézics utcai és a Friss utcai idős klubban külön is farsangoltak. Ezzel az összeállítással búcsúzunk Önöktől, további kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra! A pótszilvesztert követően már ugye a farsangi időszak következik. Annyiban különbözik ez az előző évektől, hogy a kerületben két helyszínen kerül megrendezésre. Egyik itt a Knézics utcában, és a lakótelepen pedig a Friss utca 5 szám alatt. A hagyományos jelmezverseny is elengedhetetlen része a programnak. Borosán a klubunk, és hát mi a csodát kellene kitalálni, és az élősövény, meg ugye fantázia, meg az asszociáció. Bonita borostyák. A Népligetben volt ott Erdőnyi, és ott kiálltunk sétálni, el is fogom ültetni. Ez egy nadrágszoknya volt, és én szépen kinyitottam, próbálkoztam, akkor ilyen virágok voltak, művirágok, rávartam, hát ugye próbáltam. Akkor azért volt munka vele. Volt. Egy két hét vége, három hét vége elment. A jelmezverseny eredmény hirdetése után a Borostyán klubtagok egy meglepetés táncot adtak elő. Ez pedig már a József Attila lakótelepen a Friss utcai nyugdíjas klub. Itt is vidám hangulatban és természetesen jelmezbe öltözve farsangoltak. Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.